Jó a barbecue, szeretem, de azért még mindig nagyon rizikós a pálya, hogy első alkalommal gyakorlás nélkül föltenni videókat, de nagyjából mindenki csinálja, mármint hogy nem feltétlenül a videózás, de azt is, de a főzést, azt mindenképpen. Tehát, hogy érdekel valami, meg akarok kóstolni valamit, és otthon akarom megkóstolni, akkor fogom, szépen elkezdem csinálni. Lehet, hogy az első nem sikerül. Lehet, hogy a második sem. De egyszer úgy is sikerülni fog, hogyha érdekel maga az étel, meg érdekel az az íz, amit az étel tud adni, akkor nyilván addig fogod hajtani, meg én is addig hajtom a dolgot, amíg az nem sikerül. Csak én egy lusta dög vagyok, és sietek, és ezért már a legelső alkalommal is felteszem a videót, de hát ez legyen a legnagyobb kíván. Köszönöm, hogy velem tartotok. Indián étkezési hagyományok és a keresztény zarándokok hite egyaránt formálta ezt az ételt. Kicsit olyan, mint a sólet, de azért nem az. A későbbi Boston környéken élő őslakosok babot sütöttek agyagedényekben juhar-szirupval. Ez lett ennek az ételnek az őse, sült bab, bostoni sült bab, Kanadóban, most éppen. Később a juhar-szirup helyére melasz került, és csak úgy, mint a sólet, hüllőfélben lévő kemence maradékhőjén készült el hosszú idő alatt, órák alatt ez az étel. Én is nagyjából valami hasonló metódus fogok választani, csak én a Kamadóban, és direkt ebből a célból gyújtok be. 6-8 órán keresztül fog sülni, és mivel a jelenkorban ez igazából egy köret. Köretet nem eszünk hús nélkül, úgyhogy kell hozzá valami hús is, és van is éppen maradék porkettem, mármint abból a szempontból maradék, hogy elkészült, de nem lett megsütve. Úgyhogy most igaz, hogy fagyásból kiolvadva, de én fölteszem a rácsra, és szintén a Kamadóban, és szintén a bab mellett fog elkészülni, majd meglátjuk, hogy milyen eredménye, de most nem forgónyáson fogom, mert hiszen nincs mindenkinek otthon forgónyása, egészen egyszerűen simán csak a rácsra fogom föltenni, és megnézem úgy az eredményt. A korábbi borkett a recepthez képest annyiban mindenképpen eltérő módon, hogy sokkal, de sokkal alacsonyabb hőfokon fogom csinálni, 120 fok környékén fog nagyjából végig duruzsolni. Majd a végén egy pici klapszra, fölemelem a hőfokot nagyjából 200 fokra. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, úgyhogy összecsapok mindent, előkészülök és megyek is ki. Fölvágom a hagymát. Nem kell túl apróra egyébként, mert gyönyörűen szépen el fog olvadni benned, kb. 6 órán keresztül, minimum 6 órán keresztül fogom ezt főzni. Nagyon nagy effortot ebbe azért nem kell beletenni. És jön a lényege az egésznek, ami nem más, salt pork, szalonna. Én most mindenképpen az eredeti receptet fogom megcsinálni, legalábbis közelíteni akarok ahhoz, úgyhogy nem békönt használok a babhoz, majd mehet bele a lábasba, és elkezdjük az egészet. És mivel sós a szalonna, nyilván utóbb az egésznek a sózásánál erre mindenképpen figyelemmel kell lenni. Néhány kezdőműveletet még megcsinálok benne a házban, kiviszem, földobom, rotyogtatom, kész, ennyi. Fogom, fölaprózom, fölkockázom, lepirítom, és a zsírjában fogom az apróra vágott hagymát gyönyörűen ledinsztelni, átpirítani, nem sütöm meg, éppen hogy csak levet engedek, éppen hogy csak kiszállítom egy picit az egészet. Oké, ezzel kész vagyunk, a szalonnából kisült némi zsír, a hagymát rajta megfonyasztottam, úgyhogy igazából fogom, leveszem, elzárom, és összepakolom az egészet, aztán utána mehetünk ki. Először is, itt a bab, én vörös babot használok, egy egész éjszakán keresztül áztattam, úgyhogy most szépen leszűrve beleöntöm, összekutyulom. És jönnek az egyéb hozzávalók. Teszünk bele rabot, és ráadásul én a JD's Barbecue-nek egy édesebb rabját használom most ehhez, mert az egész kaja egyébként egy ilyen kicsit édeskés történet. Mustármagot, porra őrölt mustármagot használtak hozzá, úgyhogy az is kerül vele. Vagy melasz, vagy juharszirup, vagy méz adott esetben. Én most juharszirupot fogok rátenni, mert az van itthon, melasz éppen nincsen. Kicsi tabaszkó, booster, kell bele barna cukor, egy pici erős. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag meg vagyunk, és innentől kezdve egy pici felöntés következik. Éppen annyi legyen, egy picivel több, mint hogy ellepi. Tehetünk bele vizet, az eredeti receptben nyilván víz volt, de ha nagyon-nagyon el akarunk rugaszkodni itt a valóságtól, és nagyon-nagyon így akarunk élni, akkor tegyünk bele alaplét. Én most lehet, hogy alaplét teszek bele. Paradicsompüri lehet hámozott paradicsom, én most ezt teszek bele, mert hogy szépen lesz ideje elfolyni, elpépesedni a hosszú és alacsony hőmérsékletű főzés, illetve sütés során, mert hogy ez sütve lesz. Megvan. És jön a lényeg, a folyadék, ami most jelen esetben alaplé lesz. És nem kell túl sok rá, annyit teszek, hogy éppen hogy csak egy másfél ujnyival ellepje a babot, vagy mindent, ami benne van az edényben. A Kamadó 120 fokon duruzsol, ügyelve a hőmérsékletre, és ügyelve arra, hogy a babon lévő víz az ne tűnjön el teljesen, tehát ne száradjon ki, szépen megpuhítom, szépen megfőzöm, mert 120 fokon hát legalább egy 6 órát fog igénybe venni, de nem baj, mert idő van, estére kell, hogy kész legyen, vacsora lesz belőle, és hogy ne süljön egyedül, teszünk mellé még egy kis barátot is.
2000 years later. Kész vagyunk, és szerintem most jön a lényeg, úgyhogy bocsi, hogy nem a körettel, a videó témájával kezdek, hanem ezzel, mert ez teljesen megbabonázott. Imádnivaló. És volt egy hatalmas kamum, ugyanis a dolog az nem úgy készült, ahogy azt én elmondtam a videóban. Nagyjából ilyen 6-7 órán keresztül ment 120 fokig, maghőt nem néztem, és utána fölcsűrtem. És nem 200 fokra, hanem 250 fölé, sőt volt, amikor 300 környékén is járt, és az kellett hozzá, hogy ez a habos-babos földurrant, és nem gázzal, tehát nem külön ilyen fákjával készült bőr, az elkészüljön. Úgyhogy szerintem megéri, és megéri nem kamuzni vele. Nézzük meg, hogy néz ki így. Ropog az egész. Őrület. Őrület. És hát gyönyörű. Ja, Istenem. És nem is lehet úgy vágni, hogy ez a gyönyörűséges bőr, ez ne essen szét darabokra. Úristen, kóstolunk, illetve pontosan, de kóstolunk először, aztán, én most nem pakolok, majd csinálok egy fényképet, és akkor lesz egy borítókép a videóhoz, de egészen egyszerűen ezt csak így fogom, és így benyomom, és itt a bab is. És a bab, az szalonnával mindennel együtt. Sűrű, sötét, édeskés, mély ízek. De nagyon-nagyon karakán módon ott mélyen ott lapul benne az erő, és én a klasszikus recepthez húztam, és pontosan ezért nem tettem bele fokhagymát. Itt, ahogy jól láttam, vagy jól vettem észre, itt Magyarországon döntő többség rak bele fokhagymát, szerintem egyébként nem hiányzik belőle, de hogy szerintem tökéletes, és most jön a lényeg, a köret veri a hús. Édesem. Puha. Omlós, szétesik olyan könnyed a hús. Most nézzük a bőrt. Nagyon menő. Most nézzük együtt. Nagyon jó a hús. Nagyon jó a köret, ez a bostoni sült bab. És élnek az indiánok, és élnek az alapítóatyák. Meg ilyen a só lett. Minden. És igazából tetszett az egésznek. Jó volt végigélni ezt a történetet, és azt, amit sajnálok, az az, hogy ugyan képeket meg hangot tudok rögzíteni és továbbítani nektek, de az illatokat azt nem. És van egy olyan semmivel sem összehasonlítható varázsa, illata ennek az egész történetnek, a barbecue-nek még úgy is, hogy egyébként én most igazából nem füstöltem, tehát nem feltétes füstölőfa egyáltalán nem volt használva, és nem is az az illat, hanem a hús, a sülő, a szépen lassan a füstön sülő hús illata az, ami betölti itt a környéket, betölti itt a teret, és ami egészen különleges, egészen imádnivaló. Úgyhogy nem kóstoltatok, vagy nem láttatok, vagy nem éreztetek még ilyet, akkor mindenképpen ki kell, hogy próbáljátok valamilyen úton, módon, mert ez egy isteni dolog. És ha már itt tartunk, akkor léci, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és ha még akartok ilyen videókat, és legyen az barbecue, vagy minden más, bármilyen témában, ami az ételekhez, az ételek elkészítéséhez kötődik, akár a lehető legtávolabbról is, akkor léci, iratkozzatok fel, mert egyrészt azzal megkönnyítitek a munkámat, másrészt pedig tudni fogtok minden új videóról, és egy csomó új videó fog jönni, úgyhogy léci, ne maradjatok le, nyomjátok be a csengőgombot is, találkozunk még, sziasztok! Hát végeztünk, és nagyjából ez egy sikeres a történet, annak ellenére, hogy mindent megtettem azért, hogy ez ne nagyon sikerüljön. Ugyanis az előző porketta videó óta egyetlen egy újabb porkettát sem csináltam. Az előzőhöz képest, amit szintén nem én csináltam, innentől kezdve ez a rizikó a köbön, de nem baj, meglátjuk, talán egyszer sikerül. Úgyhogy most egy másik módszerrel mentem neki is, és igazából azt mondom, hogy nem lett rossz. Tehát, hogy maga a hús is tök jó, szerintem a bőrrel sem volt semmi gond, és hát a sült bab, az meg egészen egyszerűen imádival, és nem lehetett úgy ezt a videót megcsinálni, és ez az egyetlen mehetségem, hogy úgy csináljak egy köretet, hogy nincs hozzá hús, mert szerintem az úgy baromság.